Digitális világunkban öröm látni a jókedvű, sportos, talpra esett fiatalokat. A magyar Schönstatti fiú mozgalom célja az, hogy a fiúkból szabad, önálló, felelős férfiakat neveljen, akik pozitívan hatnak a környezetükre. A közösség három turnusban szervez ifi táborokat a Berva völgyi Cserkész Parkban. A sportnapon egy foci meccs kellős közepébe csöppentünk, de egy ötletes célbadobásnak is tanúi lehettünk. Mutatjuk. Három nyári tábort szoktunk csinálni. Mi vagyunk most a felsősök, akik ezt elkezdtük. Utána jönnek az alsósok, és a középiskolás korosztály zárja. Ez a fiú mozgalom, a magyar Schönstatti fiú mozgalomnak a táborai. Innen adódik, hogy látszik, hogy csak fiúk vagyunk itt. Ez azért tartjuk fontosnak, hogy a srácokban erősítsük a férfi jellegzetességeket, arra, hogy kitartásra növeljük őket, sikerélményeket adjunk, akár ezt sportokban is. Nagyon fontos tartjuk, hogy felnőtté neveljünk, éppen ezért nagyon sok önálló dolgot kapnak a fiúk, akár ez lehet munka is, de a játékok során is, és nyilván a közösség nek a megtartó erejére is próbáljuk őket tanítani, ezért vannak csapatokba osztva, ahol meg kell tanulniuk együtt dolgozni. Nyilván nagyon sok súrlódás van, ezeket is neki kell kiküszöbölni, nyilván a mi segítségünkkel, irányításunkkal. Nagyon sokat mozgunk, az egyik legfontosabb. Mentünk többször túrázni itt a környéken, Szarvaskőre mentünk, valamint voltunk Felső-Tárkány irányában is. A tábori élet is egy táborrendezés, és egy nagyon fontos eleme a hétnek, ahol mi építjük meg, hogy ott minél otthonosabbá, minél békésebb kis helyi próbáljuk varázsolni a táborhelyet. Éppen ezért a srácok is a saját sátraik körül is mindig szépítik a környezetet, kis utakat alakítanak ki, ilyen szárítókötelek, csajkafák, mindent saját kreativitásuk szerint tudnak készíteni. És az egész héten átível egy lelkiív is, ami talán a legerősebb összetartó elem. Most a Bervai Cserkészparkban vagyunk, ami ugyan nem annyira van elszakadva így a civilizációtól, egész közel van itt ugye Felnémeti, valamint Felső-Tárkány is, de ez most egy különleges táborhelynek számít. Az alap koncepció az, hogy általában egy forrás mellé a civilizációtól viszonylag zártan, és minél inkább közel a természethez. Nagyjából ilyen vonalak mentén próbálunk mindig táborhelyet keresni. Az amiatt leginkább, hogy tényleg srácokat megismertessük a természettel, meg abban, hogy megtudják, hogy mi egy vendégek vagyunk itt a világon, és a természetre is így tekintsenek. Megvan mindenki! A családomnak nagyon erős schönstatti kötődése van. Az első magyar schönstatti házaspár az a nagyszüleim voltak. Ők hozták ezt a mozgalmat Magyarországra. Úgyhogy én is ilyen táborozóként kezdtem 9 éves koromban, és azóta minden évben jövök táborozni. 17-8 éves korom óta pedig szervezőként is bekapcsolódom a mozgalomba. Most éppen ebben a táborban szakácssegéd vagyok, de később a középiskolás tábornak annak én leszek a felelőse, illetve Budapesten az egyetemistákat szervezem. Elnökként igyekszünk minden hónapban elnökségi üléseket tartani. Van egy közösségi helyünk, azt a lánymozgalommal közösen építjük, szépítjük, oda szervezünk lelki programokat is. A programjaink elsősorban mondjuk az egyetemista korosztállyal bezárólag szólítják meg a célközönséget, de szoktunk szervezni apa hétvégéket is, amikor apák és fiúk együtt tudnak nevelődni, az önnevelésben gyarapodni. Az alapítónknak, a Kentenics atyának a pedagógiájához kapcsolódik, ő ugye 1914-ben egy fiú internátusban, egy bentlakásos iskolában volt a lelkiekért felelős atya, és ezért ő fiúkkal kezdett el dolgozni, és igazából ez az első ág, ami kialakult, és akkor később csatlakozott hozzá a lánymozgalom meg a családmozgalom. Külön van a két nem, nyitottabbak tudnak lenni a fiúk a saját érzéseikkel, gondolataikkal kapcsolatban, hogyha fiú közösségben vannak.
mind alsós, mind középiskolás korosztályban megvannak ezek az adott témák. Kell keresni olyan tevékenységeket, amiket örömmel végeznek ők, és hogyha megfogjuk egy focival, egy túrával a srácokat, akkor már a beszélgetésekre is könnyebben sor tudunk keríteni, és akkor a lelkekhez is lehet szólni. Jó lesz, jó lesz. Nagyon jó. De ez így ér, hogyha fel van. Mert a közösség egy nagy vágy ebbe a korba, fiataloknak, kamaszoknál, egyetemistáknál valahova tartozni, illetve hogy a mai világban, ahol a fiataloknál egyre tűnő félbe van ez a vallásos ragaszkodás azáltal is, hogy sokan kikerülnek az otthoni plébániára, fölmennek egyetemist életbe, egy nagy kihívás ez, hogy hogyan tudom a mai világban megélni a hitamet. Nagy kérdés ugye, hogy a táborokban megélt lelkiség, meg lendület, hogyan tud aztán a hétköznapokban érvényesülni. És annak egyik nagy kérdése ez a szentség a hétköznapokban megélt hit, ne váljon szét, hogy van a vasárnapi templom, és aztán meg egyébként az életem, hanem hogy ez a kettő szerves, organikusan együtt menjen, hogy megéljük, meg tudják élni a srácok a hétköznapokban is ezt a hitet, hogy ez nekik a hétköznapokban is egy erőforrás lehessen, hogy ezt megéljék. És erre próbáljuk őket kiskortól fogva előkészíteni, ezt mondani nekik. Ez egy fontos igényünk, illetve feladatunk, illetve hogy aztán valamennyire az apostol, tehát ez egy apostoli mozgalom, tehát ezt is próbáljuk meg, aztán a gimiseknél már megyünk velük plébániára is, ahol a plébániára besegítünk, vagy az egyetemistákkal van egy egész hetes programunk, ugye. Idén voltunk Kozár Michelinben, jövő január végén megyünk Esztergomba velük, úgynevezett élesztőre, hogy tovább adni valamit ebből a hitből, ahogy a Ferenc pápa is mondja, meg mi alapítunk is így mondta, hogy a jövő keresztény egy apostoli keresztény, egy olyan keresztény, aki ezt tovább is tudja adni, ezért próbálunk aztán szavakba is önteni, mit jelent számomra a hit, ugye nyilván aztán a gimiseknél, egyetemistáknál a reflexív képesség fejlődésével ez több lehetőség van nyilván, mint az alsósoknál, de hogy ez egy nagyon fontos küldetésünk is, hogy a világnak továbbadni valamit ezekből az értékekből, ebből a kincsből, ami számunkra a hit. Be kell találni a konzervdobozokba az almákkal. Az első sor 1 pont, a második 3, 5, 7 és 9 pont. Nagyon szeretettem az ilyen táborokat, főleg azért, mert ezek vallásosak is, meg azért jól el lehet szórakozni. Az osztálytársaimtól hallottam a táborról, ők már nagyon régóta járnak. Én nemrég voltam még 18-ban és 19-ben is, csak most kimaradt valamiért ez a pár év. A csapatunk nagyon erős, a fociba is most nyertünk, a vezetőség ellen is, meg egy másik csapat ellen is. Nagyon jól érzem magam ebbe a táborba. Az egyik legjobb élményem az a tegnapi nap volt, ahogy a levelet kerestünk, 10 pont volt, mind a 10-et megtaláltuk, és ugye 6-ra szabadott visszamenni először, és minimum 7:30-ra. Mi nekünk kellett várnunk egy percet, és úgy mentünk be pontosan 6-ra, mert meg volt mind a 10 levél. Nekem ez az első táborom, és én csapatkapitány vagyok ebbe a táborba. Eddig igazából nagyon tetszik, nekem is a levélkeresés a tegnapi nagyon tetszett, főleg úgy, hogy a csapatom nem adtak fel, utolsó pillanatokban érkeztünk be, úgyhogy ketté váltunk, és mindenki sprintbe próbálta megközelíteni a kettő utolsó levelet. Szerencsésen visszaértünk, és én ezt nagyon köszönöm nekik. Egyik kedvenc programom volt tegnap a levélkeresés, viszont hát nem úgy sikerült, ahogy terveztük, mert volt egy ilyen kis szakasz, amikor így egy ilyen mély pont. Tulajdonképpen elvesztettük az egyik csapattársunkat, tehát leült valahol, és nem elment onnan, és nem találtuk meg. Mindenki elfáradt, égtek a lábaink. Én remélem, meglett az elveszett csapattárs. Igen, persze meglett. Ő lőtte a vezetők elleni második gólt. Ah!
ügyes vagy.